Az év utolsó hónapja számos meglepetést tartogatott a szociális otthon lakói részére. December 5-én köszönhettük az érdi csengettyűsöket, akik énektanáruk vezetésével egy csodás műsort hoztak el nekünk, segítve ezzel a ráhangolódást az ünnepekre. Karácsonyi dallamok csendültek fel, amik közös éneklésre invitáltak mindenkit. Erre a napra esett a Mikulás ünnepségünk is, ezért ő maga segített nekünk abban, hogy a gondozottak által készített ajándékokat átadja az együttes tagjainak. Meghitt, ugyanakkor vidám hangulatú délelőtt volt, szívesen látogatnak el hozzánk máskor is. December 12-én az Eötvös József Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak lucanapi előadását kaptuk ajándékba. Tartos vászoró! Éneket halik! Angyalok ünnepelnek, hogy megszületett a kis Jézus! Keltsük fel az öreget is! Kelt fel! Öreg, kelt fel! Nem kell, nekem te is fel! Hallod-e? Menjünk Betlehembe! Hova? Abba a Betlehembe! Menjünk sietve, de Anikot is kérjünk! Jól van, öreg, menjünk! Pásztorok, keljünk fel! Hamar induljunk el! Betlehem városába, rongyos istálócskába, siessünk! Láthattunk néptáncot, hallhattunk szép verseket, énekeket, megismerhettük a jeles nap történetét, hagyományát. A gyermekek társasága mindig jó érzéssel tölti meg a teret és az idősek szívét is. Köszönetünket szintén saját készítésű ajándékokkal, színezős füzetekkel fejeztük ki. December 16-án a Kossuth iskolások adventi műsorral kedveskedtek nekünk. Fiatalkoruk ellenére gyönyörűen és hitelesen jelenítették meg Jézus születésének körülményeit. Lelkesen jönnek hozzánk szerepelni, mert mindig igyekszünk őket meglepni valamilyen finomsággal. Ezúttal is így történt, karácsonyi édességekkel viszonoztuk tartalmas műsorukat. A szociális otthonban december 19-én ünnepeltük közösen a karácsonyt. Erre az alkalomra a Napfényóvoda növendékei hoztak nekünk ünnepi műsort. Nagy szeretettel várták a szépkorúak ezt az előadást is, tüneményesek voltak a gyermekek. Sokat mosolyogtunk, közösen fakadtunk dalra, együtt mondtunk verseket. Természetesen ők sem maradtak ajándék nélkül, így boldogan távozhattak. A délelőtt fénypontja Zajzon Csaba operett és műzikelénekes előadása volt, aki kitűnően ráérzett az idős korosztály igényeire, olyan dalok csendültek fel általa, melyek fiatalkorukat idézték fel. Meddig élhetek még én így, ezt már magam sem tudom, de mondj már valamit, és amit mondasz, elhiszem. Mikor tőled eljövök, irigy szomszédok között, mindig valamit hozom, mindig valamit lopok, és mindig letörök. Egy darabot a szívemből. Kivétel nélkül mindenki feloldódott, énekelt, kacagott. Sikerült kimozdítania őket a mindennapok szürkeségéből, monotonitásából. Csaba számára a legnagyobb ajándéka vastaps volt, melyet hálás köszönettel fogadott, és egyben ígéretet tett arra, hogy bármikor újra vendégünk lesz, ha ezt jelezzük felé.